A Bonyhádi Kreinzlein Néptánc Együttes fiataljainak bemutatója színesítette a Német Kulturális Központ évek óta folyó programjának megnyitóját. A centrum ezzel a 2008 óta tartó kiállítás sorozattal arra törekszik, hogy minél szélesebb képet fessen az alkotók segítségével a németség egykori és mai életéről. 2008 óta minden évben megrendezésre kerül ez a verseny, archív kategóriában, fotókategóriában és képeslap kategóriában lehet rá nevezni, és a végén pedig egy nagy díjátadóval zárjuk mindig a versenyt. Az ország minden területéről neveznek a versenyzők, sőt, van, amikor még külföldről is érkeznek képek hozzánk. A különlegessége az itt látható kiállításnak az, hogy több bonyhádi vonatkozású fotográfusnak az alkotásai is láthatóak, tehát Tolna megyei fotók is láthatóak. Mindig nagyon örülünk, hogyha egy-egy település bemutatkozik, vagy egy-egy régió bemutatkozik. Például itt emelném ki a gyógyfűcsokor szentelést is, ami egy blikkpunktos fotó kapcsán vált számunkra is ismerti. Nem maga a hagyomány, hanem az, hogy itt Bonyhádon ezt még mindig ápolják. Tehát különböző ilyen kis apró különlegességek, ínyenségek kerülnek elő egy-egy verseny során. Jelenleg itt a 2019-es évadnak a képei láthatók. Egyébként minden évadról készül egy összeállítás, és azok pedig járják az országot. Tehát például a 21-es évad az tegnap volt Babarcon, és hát most ez a kiállítás most egy darabig itt lesz Bonyhádon, aztán pedig megy majd tovább különböző településekre. A képek alapján a néző betekintést nyerhet a németség kulturális csoportjainak életéből, de a hagyományőrző programok elkapott pillanatai is a gyűjteménybe kerülnek. De amit mi a legjobban szeretünk, az, amikor egy-egy életképet láthatunk, amikor elkap a fotós egy pillanatot, egy felhőtlen, egy boldog pillanatot, vagy akár egy szomorú pillanatot, olyan pillanatokat, amik hozzátartoznak az életünkhöz, ami a németséget is, és a kisebbséget is, hát különböző oldalairól mutatja meg azt, hogy tudunk sírni, tudunk nevetni, tudunk ünnepelni, de ugyanígy nagyon dolgos népcsoport a német nemzetiség, tehát nagyon sok olyan kép is készül, ami munkaközben ábrázolja a németség tagjait, és nagyon-nagyon érdekesek az archív fotók. Ott különlegesek azok a képek, amik nem beállított fotográfiák, hanem amik tényleg egy-egy pillanatban, egy élethelyzetben kapják el a fotónak az alanyát, úgymond. Tehát van így például olyan fotónk, ahol Törökországban dolgoznak éppen sváb vendégmunkások. Tehát ilyen archív fotót is küldtek már be, vagy olyat, akik a kitelepítés után Németországból hazaküldték az első fotót magukról, az új, hát az kijelölt lakhelyükről. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon különleges alkotások érkeznek, és azt gondolom, hogy a segítségükkel tényleg jobban megismerhetjük a múltunkat, és egyben a jelenünket is, és ez mind bizakodóan, azt eredményezi, hogy bizakodóan tekinthetünk a jövőbe is. Profi és amatőr alkotók képei egyaránt színesítik a bemutatót. A centrum nem törekszik arra, hogy csak a szakmaszerűen képet készítők munkáit mutassa be, hiszen sokkal érdekesebb a kiállítás úgy, hogy bárki elkapott pillanatát közkincsé tehetik. Itt ennél a versenynél nem csak az számít, hogy a legprofibb beállítás, a legjobb fényviszonyok jelenjenek meg egy képen, hanem az, hogy az elkapott pillanat az, amit szeretne megmutatni a fotós, amivel szeretné egy kicsit közelebb hozni hozzánk a német nemzetiséget. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy végeredményben első helyen hozzá ki, kategória győztesként hozzá ki a versenyzőt. De ami még fontosabb, hogy bár versenynek van elnevezve a blikkpunkt, ez nem jelenti azt, hogy versenynek kell lennie, hiszen ez egy különleges kép anyag, ami így összeáll. Most már több mint 4000 fotónk van az archívumunkban, és azt hiszem ez a kincs sokkal fontosabb annál, hogy arról beszéljünk, hogy egy verseny volt, és ki nyerte meg az adott évadot. Minden évadból vándorkiállítás készül, ami bejárja az országot, és néhány évvel ezelőtt összeállítottunk egy exkluzív anyagot is, ami pedig vászonképekből áll, tehát 60x60 centis vászonképek, amik szintén is kiállításra kerülhetnek olyan galériákban, ahol megfelelő hely van ehhez. A blikk.hu honlapján visszakereshetőek az egyes versenyévadoknak a képei, tehát folyamatosan lehet nézegetni az archívumot nálunk és keresgétni a képeket. Másrészt kiadtunk már 2 fotóalbumot is, ami az első 5 év és a második 5 év 100 legszebb fotográfiáit tartalmazza. Ezeket főleg nemzetiségi oktatásban használják, de nagyon szeretik ajándékozni rokonoknak, barátoknak, és hát tényleg egy kis kincses tár, amit imádni való, hogy fellapozni alkalmaként és belenézni, hogy ki milyen fotókat küldött be az adott évben.